Közelebb a lakossághoz. Nyírlogoson kormányablak épül, Kemecsén pedig járási hivatal, jelentette be a megyei kormány megbízott. Félmilliárdos cigifogás. Új elkövetési módszerrel szembesültek a pénzügyi nyomozók, amikor egy látszatra rendben lévő szállítmányt tartóztattak fel. Naturpark lehet a Rétközben, akár egy éven belül megszerezhetik az ehhez szükséges névhasználati címet. Nyírlogoson kormányablak épül, Kemecsén pedig járási hivatal. Ezt jelentette be egy nyíregyházi konferencián Kozma Péter, megyei kormány megbízott. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tanácskozást a miniszterelnökség szervezte és a bürokrácia csökkentéséről szólt. Zöld Nagy Viktória helyettes államtitkár azt mondta, idén az első negyedévben csaknem 2 milliárd forinttal kevesebb közigazgatási költséget szedtek be a vállalkozásoktól, és folytatják az úgynevezett állami rezsicsökkentést. Méteres polcokon több száz cipős doboz áll ebben a kisvárdai gyárban. A cégvezetők azt érzik, legalább ennyi jogszabálynak kell megfelelni a magyarországi cégeknek. Szerintük az állami igazgatás nem csak nehézkes, de drága is. Comba Csaba, a VOSZ megyei elnöke azt mondta, a 4,3 millió magyar munkavállaló közül 1 millió dolgozik a közigazgatásban. Ez is alapvető probléma. Sokan vannak jogszabályokkal, agyonterhelt ez a szféra is, mint általában nálunk nagyon sok minden. A jogszabályokon is változtatni kell, és hát a hatékonysággal is gond van. Ezért szervezett konferenciát a miniszterelnökség a megyeházán. Javaslatokat gyűjtenek, hogy a cégek milyen területeken egyszerűsítenék az állami igazgatást. Zöld Nagy Viktória helyettes államtitkár azt mondta, már januártól csökkentek a vállalkozások terhei. Megnéztük 2016 első negyedéves statisztikáit, és ott például az összes vállalkozókat érintő eljárásban, ahol eltöröltük a díjakat, ott körülbelül 1,7 milliárd forintnyi az az összeg, ami már a vállalkozásoknál maradt, tehát amit tavaly még ki kellett volna fizetniük, az idén viszont már nem. Úgyhogy ezen az úton szeretnénk tovább menni, tehát ez az állami rezsicsökkentés folytatódik. A tanácskozáson részt vett Kozma Péter megyei kormány megbízott is. Azt mondta, nem csak gyorsabbak szeretnének lenni, de minél közelebb mennének a polgárokhoz is. Ezért újabb kormányablakot nyitnak a megyében. Szeretném azt is bejelenteni, hogy Nyírlogoson is lesz egy kormányablak, azaz nálunk is 25 kormányablak fog tevékenykedni. A konferencia egy sorozat része. Szerdán Debrecenben voltak, pénteken pedig Miskolcon várja a miniszterelnökség a vállalkozók észrevételeit a bürokrácia csökkentéssel kapcsolatban. Újabb csapást mértek a NAV-osok a nemzetközi illegális cigaretta kereskedelemre. A pénzügyi nyomozók új elkövetési módszerrel szembesültek, amikor egy látszatra rendben lévő szállítmányt tartóztattak fel az M3-as megyei szakaszán. A több mint 500 millió forint értékű cigarettafogás még az észak-alföldi térségben is rekordnak számít. A bűnszervezet tevékenységét több tagország együttműködésével sikerült leleplezni. Ez az a lengyel kamion, amelyik a hivatalos okmányok szerint 610.500 doboz cigarettát szállított Dangsból román címre, azonban megtévesztésként a nemzetközi rendszerben a szállítmányt a macedón vámszerv részéről megérkezettként rögzítették. Tehát úgy tűnt, mintha az unió területén csak áthaladt volna. Mindeközben a szállítmány a rendeltetési helyétől 1000 kilométerrel távolabb, az M3-as autópálya Kálmánházi parkolójában vesztegelt. A várakozást követően a cigarettával telepakolt kamion egyszer csak elindult Budapest irányába. Miután a Budapest irányába indult meg a kamion, a NAV pénzügyi nyomozói ekkor tartóztatták fel a meglepett sofőröket, és lefoglalták tőlük a több mint 500 millió forint értékű cigarettán túl a kamiont is. Forró nyomon indult nyomozás eredményes következményeképpen sikerült a magyarországi szállat is felgöngyölíteni. Ennek köszönhetően a pénzügyi nyomozók egy nyíregyházi férfit őrizetbe vettek. A két lengyel sofőr előzetes letartóztatásban van. Mindhárman uniós tagállamokon átnyúló bűnszervezet tagjaként felelnek különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt. Az elkövetőket akár 20 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik.
Hamis növényvédő szereket talált a Nébih Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Közérdekű bejelentés alapján tartottak ellenőrzést. A helyszínen hatféle Cyril betűs, több százezer forint értékű növényvédőszert foglaltak le. A termék azonossági vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a lefoglalt termék nem egyezik meg az eredeti készítménnyel. A növényvédőszer hazai forgalmazója szerint a magyarországi mintával azonos, hamis terméket találtak Lengyelországban is. A Nébih felhívja a növényvédőszer forgalmazók, felhasználók figyelmét, hogy csak engedélyezett, magyar nyelvű jelöléssel ellátott növényvédőszereket vásároljanak és használjanak fel. A hatóság elrendelte a lefoglalt termékek megsemmisítését, a forgalmazók több százezer forintos bírságra számíthatnak. Naturpark létrehozását tervezik a Rétközben, térségünkben ez már a második lenne. Akár egy éven belül megszerezhetik az ehhez szükséges névhasználati címet. A tervet támogatja a szakma, több település és a civilek is. Ma arról értekeztek, milyen lehetőségek rejlenek a Naturpark létrehozásában, így az örökségvédelemben és a térség fejlesztésében. Ezek a felvételek a tiszabercei kompnál készültek, a Tisza felső szakaszának szabolcsi mély árterénél, azaz a Rétközben. A táj hamarosan naturpark lehet, hiszen természeti és kultúrtörténeti értékben gazdag terület. Hazánkban jelenleg 9 a természetvédelemért felelős miniszter által oklevéllel és címhasználati jogosítvánnyal kitüntetett naturpark működik, ebből az egyik a 2010-ben létrejött Szatmár-Beregi Naturpark. Most a szakma, a települések és a civilek azért működnek együtt, hogy a Rétközben is létrehozzanak egy naturparkot. Közösségi alapokra épülő naturpark, illetve érték örökségvédelem, ennek a mai rendezvénynek a címe. Itt ez a közösségi alapú az, ami a legfontosabb. Hiszen a naturparkok sem működhetnek igazán úgy, hogyha nincsen mögötte az a társadalmi háttér, az a települési környezet, az a települési összefogás, az a települési közösség, az a kovász, amely működtetni tudja ezeket a naturparkokat is, és úgy teszi élhetővé magát a naturparkot is, mint környezetet, hogy magát a települést is élhetővé varázsolja. A tiszabercei értekezésen Vinnai Győző országgyűlési képviselő kiemelte, egy hónappal ezelőtt fogadták el a naturparkok fejlesztési koncepcióját. Erre alapszik a terv, hogy a Rétközben legyen térségünk második naturparkja, ehhez azonban még számos teendő szükséges. Az első lépés majd egy olyan névhasználati cím megszerzésére, ez szükséges szakmai háttértanulmánynak az összeállítása lesz, amivel a Földművelési Minisztériumhoz kell folyamodni a névhasználati cím megszerzéséért. Reméljük, ez a folyamat minél hamarabb elindul. A szakmai találkozón jelen volt Román István, a Földművelésügyi Minisztérium, valamint Mezei Dávid, a miniszterelnökség helyettes államtitkára is. Mindketten azt hangsúlyozták, egy naturpark további fejlesztéseket alapozhat meg, akár a vidékfejlesztés területén is. A vidékfejlesztési programnak az elsődleges célja a mezőgazdasági termelőknek, a gazdáknak a támogatása. Az 1350 milliárd forintos keretből most májusra már több mint 800 milliárd forintot meg is nyitottunk, elérhetővé is tettünk a gazdálkodóknak. Lezárult az agrárkörnyezetgazdálkodási program és az ökológiai gazdaságnak a támogatásának az első köre. A tervek szerint akár egy éven belül sikerülhet megszerezni a Naturpark címet, a Rétköz természeti táji örökségét ezzel is védik, öregbítik majd. Több parlagfűvel fertőzött területre és intenzívebb virágzásra lehet számítani az idei évben, a művelt és az ugaron hagyott földeken egyaránt. Ennek legfőbb oka a gyomnövény számára kedvező tavaszi időjárás, valamint az, hogy a korábbi évtizedekben sok gazdaságban egyoldalúan használták a növényvédőszereket. Emiatt a gyomok ellenállóvá váltak a permetszerekkel szemben. Ezek a parcellák a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson találhatók. Szépen nőnek a növények, még a tavalyi kedvezőtlen időjárás ellenére is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban a korábbi évek átlagaihoz képest jelentősen csökkentek az idei kalászos és lepce termőterületek. A gazdáknak pedig újfajta növényvédőszerekkel kell készülniük a gyomnövények írtására.
korábbi évtizedekben használt egyoldalú növényvédőszer felhasználás miatt kialakultak bizonyos gyomok, amik rezisztensek és toleránsak a hagyományos gyomjátokra. A cég olyan fejlesztési irányok indultak meg, hogy az ettől eltérő mechanizmusú gyomjátószereket fejlesztették ki, és ezáltal a rezisztenciára való hajlamot csökkentettük a termék használata következtében. A rovar és gombakártevőkkel szemben egyre inkább elterjedt, hogy nem vegyszerekkel permeteznek a gazdák, hanem tápanyaggal fejlesztik ellenállóbbá és erősebbé a kultúrnövényeket. Az elmúlt években ugye kialakult egy tudatos növényvédelem, de a tudatos növényvédelemben egyre inkább visszafogják a növényvédőszereket, és nagyon nagy szerepet kapnak a levélen keresztüli tápanyag visszapótlással kapcsolatos dolgok. A levélen keresztüli tápanyag visszapótlásnak a lehetősége azt biztosítja, hogy olyan kondícióba tudjuk hozni a növényeket, ami bizonyos növényvédőszereket már feleslegessé is tesz. Szakemberek szerint a globális felmelegedés és az aszályos évek miatt jelentősen felértékelődött a lombon keresztüli táplálás. A gyulatanyai kísérleti állomáson többek között ezeknek a hatását is vizsgálják. Két személygépkocsi ütközött össze tegnap késő délután Kállósemjén és Pócs Petri között. A balra kanyarodó autós nem vette észre, hogy a mögötte haladó jármű előzésbe kezdett, ezért történt a baleset. Egy ember súlyos, hárman könnyebb sérülést szenvedtek. A nyírbátori hivatásos tűzoltók a járműveket áramtalanították és biztosították a helyszínt. Mindkét autó totálkárosra tört. A rendőrség forgalomkorlátozás mellett vizsgálta a baleset körülményeit. Kiállítás nyílt a Nyíregyházi Egyetemen a Vizuális Kultúra Intézet diákjainak munkáiból zárójel címmel. A tárlatot hamarosan láthatják, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Ritka maki született a Nyíregyházi Állatparkban. A Madagaszkáron őshonos állatfajból mindössze 200 pár él a világon fogságban. A bajnokság zárása előtt két fordulóval kiharcolta a bennmaradást az NB3-ban a nyírbátori labdarúgó csapat. Kiállítás nyílt a Nyíregyházi Egyetemen a Vizuális Kultúra Intézet diákjainak munkáiból zárójel címmel. A tárlaton egyebek mellett maketteket és rajzokat láthatnak az érdeklődők. Az intézményben évtizedek óta van művészeti képzés, ahol számos kiemelkedően tehetséges hallgató végez évről évre. Nagy Lucsi a környezetkultúra szakos hallgató, ezek az alkotások utolsó féléves feladatai közül kerültek ki, de itt van a diplomamunkája is a Nyíregyházi Egyetem kiállításán. Őt Erwin Olaf holland művész inspirálta. Kétféle meghatározás volt, az egyik egy fagyizó makett készítés, a másik pedig egy kortárs szellemvasút, amelynél kortárs művészekből inspirálódhattunk. Számos kiemelkedően tehetséges diák van Nyíregyházán, az ő sokféleségük már önmagában is érték, emelte ki a tárlat megnyitóján Csobó Péter egyetemi docens. A kiállításon 70 tanuló mutatja meg tehetségét, közülük mintegy 50-en végeznek ebben az évben. Két képzési forma van, az egyik a képi ábrázolás, ez hagyományosan a festészetnek nevezhető képzés. Ők... Hát a stílus imitációkon keresztül különböző játékos feladatok, beállítások, a hagyományos műfajok, portré vagy éppen csendélet megfestése volt a feladat. A másik képzési forma az az úgynevezett környezeti kultúra, ahol hát mondjuk így kreatívabb feladatok, a környezeti átalakítások, dizájnok létrehozása, portfólió készítése, fényképekkel való játék. Évtizedek óta van vizuális kultúra képzés az intézményben, fontos részévé vált a művészeti oktatásnak. A most kiállított munkákat a díjépületi kerengőben láthatják az érdeklődők. El is hangzott ma a kiállítás megnyitón, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne az egyetemnek egy saját egyetemi galériája, ahol nem csak kiállíthatnának a hallgatók, hanem megtanulhatnák azt is, hogy hogyan kell egy kiállítást készülni, mi az a múzeumpedagógia, úgyhogy én ezt csak pártolni tudom. És annak is nagyon örülnék, hogyha minél több kép maradhatna kint ezen alkotásokból itt az egyetemi folyosók falain, mert sokkal hangulatosabb és izgalmasabb lenne így az egyetem. A kiállítás a játékos zárójel címet kapta, utalva ezzel az egyetemi évek végére. Több mint 100 beteg gyermek arcára csalt mosolyt a Nyíregyházi Legógyár és a Józsa András Oktató Kórház közösen szervezett gyermeknapi programja.
A cég társadalmi szerepvállalásának egyik fontos része a beteg gyermekek segítése. Összesen 6 nagy rendezvénnyel készülnek idén csak Nyíregyházán. Ez a gyermeknapi meglepetés volt az első, valamint először szervezték meg ezt a közös játékot is a megyei kórházban. Nagyon fontos számunkra mindig, amikor önkéntesek, illetve különböző cégek jelentkeznek, és egy picit megpróbálnak mosolyt varázsolni, a gyerekek arcára is felettetni velük a nehézségeket, fájdalmakat erre a pár órára, pár percre. Attól függ nyilván, hogy a rendezvényeink mennyi időt vesznek igénybe, de mindig nagyon örülnek a gyerekek ezeknek a programoknak, és nagyon jó szívvel, örömmel vesznek részt rajta. Ritka maki született a nyíregyházi állatparkban. Eddig egy nőstény és egy hím szerecsen maki élt a parkban, hetekkel ezelőtt azonban utóduk született. A kicsi eddig anyja hasán tartózkodott, ezért csak most fedezték fel. A Madagaszkáron őshonos állatfajból mindössze 200 pár él a világon fogságban. A nyíregyházi utód ebben az évben a harmadik Európában. A látogatók is örülnek az új kisállatnak a nyíregyházi állatparkban. Ritka szerecsen maki született pár hete, a kölyök egy nemzetközi szerelem gyümölcse. A szülők 2014 óta alkotnak egy párt. A hím lengyel származású, amíg a nőstény luxemburgi. Az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek 2 éve Nyíregyházára. A kis szerecsen maki bébi mostantól látható, hiszen ez idáig anyja hasán tartózkodott. Ő egyébként sötét bundával látta meg a napvilágot, de különlegessége ennek a fajnak, hogy teljesen máshogy néz ki a hím, mint a nőstény. A fekete színű a hím, míg a nőstény barna bundát viselt, és most jön az apróság 7 hetes és barna színű fehér szörme gallérral a nyakán, így most már láthatjuk, hogy kis hölgyről van szó. A kismaki egyre kíváncsibb a külvilágra, és előszeretettel lovagol anyja hátán. Anyja 120 napnyi vemhessége után jött világra. A kisállat jelenleg még anyatejen él, de fokozatosan hozzászokik majd a jó részlevelekből és gyümölcsökből álló táplálékra. Nagyon érdekes röfögő hangot hallatnak olykor, hiszen amellett, hogy különféle illatjelekkel kommunikálnak egymással, ez a röfögés vagy olykor sikítozás is jellemző rájuk, ez a kommunikációjuk nagyon fontos jelképe. Emellett egymást is kurkásszák, ami tökéletessé teszi a bundájukat, illetve szociális viselkedésükben is nagyon nagyban segíti. Őt annyira különböző színezetű a hím és a nőstény, hiszen még a hím fekete szőrzetű, a nőstény barna bundájú, hogy nagyon sokáig külön fajnak tekintették őket, aztán később derült ki, hogy egy hím és egy nőstény állatról van szó, azóta most már mindenhol, minden fogságban lévő helyen általában sikeres szokott lenni a szaporulat. Az idén 20 éves nyíregyházi állatparkban bárki meglátogathatja a 3 tagú szerecsen maki családot. Bennmaradt az NB3-ban a nyírbátori labdarúgó csapat. Márton István együttese a legutóbbi fordulóban hazai pályán 2-0-ás vereséget szenvedett a Diósgyőr második csapatától. De az utolsó fordulóban szabadnapos felsőtárkány már semmiképpen sem előzheti meg a bátoriakat. 2 fordulóval a bajnokság zárás előtt meghosszabbította NB3-as tagságát a nyírbátori FC. Márton István együttese a szombati eredmények ismeretében vasárnap már biztos bennmaradóként fogadta a Diósgyőr második csapatát. Az első fél időben nem született gól, viszont a vendégek az utolsó negyed órában szerzett 2 találatukkal 2-0-ra megnyerték a találkozót. Kicsit furcsa érzés kerített hatalmába a mérkőzés után, mivel a legfontosabb célunk erre az idényre a bentmaradás volt, ami szombaton a felső tárkány vereségével biztossá is vált. Ennek ellenére szerettünk volna a Diósgyőr ellen is győzelemmel megörvendeztetni a hazai szurkolókat. Sajnos ez nem sikerült, mert a Diósgyőr második fél időben fölénk kerekedett, de mindenképpen tudtunk örülni a bentmaradásnak. A Nyírbátorra még 2 meccs vár a bajnokságban, vasárnap a Rákosmente KSK-hoz látogatnak, a zárófordulóban pedig a Kazincbarcikát fogadják Ambruszék. Vannak játékosok, akik kevesebb lehetőséget kaptak, most ezen a 2 mérkőzésen meg fogják kapni ők is a lehetőséget, amellett, hogy szeretnénk minél többet kihozni ebből a 2 meccsből. A legfontosabb az az, hogy már most leüljünk a játékosokkal tárgyalni, mivel elég szűk a keretünk, szeretnénk egybetartani a csapatot, és ehhez 4-5 minőségi embert igazolni, mivel a következő bajnokság talán még az ilyen is nehezebb lesz, jövőre 5 kieső lesz az NB3-ból, úgyhogy még nagyobb harcot várok, mint ami idén volt.
A 33. forduló párosítása a következő, Újpest 2 Tája, Somocsese Putnok, Cigánt Felsőtárkány, Reasz Tiszaújváros, Diós Győr 2 Jászberény, Rákosmente KSK Nyírbátor, Kazinc Balzika Nyíregyháza Spartakus és 60 Debrecen 2. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Nyírlugoson kormányablak épül, Kemecsén pedig járási hivatal. Ezt jelentette be egy nyíregyházi konferencián Kozma Péter, megyei kormány megbízott. A tanácskozást a miniszterelnökség szervezte és a bürokrácia csökkentéséről szólt. Zöldnagy Viktória helyettes államtitkár azt mondta, idén az első negyed évben csaknem 2 milliárd forinttal kevesebb közigazgatási költséget szedtek be a vállalkozásoktól, és folytatják az úgynevezett állami rezsicsökkentést. Újabb csapást mértek a NAV-osok a nemzetközi illegális cigaretta kereskedelemre. A pénzügyi nyomozók új elkövetési módszerekkel szembesültek, amikor egy látszatra rendben lévő szállítmányt tartóztattak fel az M3-as megyei szakaszán. A több mint 500 millió forint értékű cigarettafogás még az észak-alföldi térségben is rekordnak számít. Naturpark létrehozását tervezik a Rétközben, térségünkben ez már a második lenne. Akár egy éven belül megszerezhetik az ehhez szükséges névhasználati címet. A tervet támogatja a szakma, több település és a civilek is. A Kölcsei Televízió híradóját látták május 26-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket, műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Nem változik számottevően időjárásunk a Kárpát-medence fölé, eleinte alacsonyabb, majd holnap időnként már nagyobb nedvességtartalmú meleg levegő áramlik. A sok napsütés mellett helyenként záporra, zivatarra is számítani kell, és kissé erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel csökken a felhőzet, megszűnnek a záporok, kiderül az ég. Az északi szél mérsékelt marad, reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol, illetve a gomoly felhők mellett általában több órás napsütésre lehet számítani, szorványosan előfordul záporeső, kis eséllyel zivatar. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, de zivatar környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban marad a nyárias idő, a hétvégén általában több órára kisüt a nap, csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet a 30 fokot közelíti majd, a jövő hét első napjaiban pedig több helyen valószínű csapadék és kissé gyengül a nappali felmelegedés.